egy hónap pihenőnk volt, ezt kihasználtuk, az alapozás pedig ugye elkezdődött július elején, és mondhatom, hogy jól sikerült. Most durvább volt az alapozás, mint 2 éve, amióta itt vagyok, hiszen BL-re készültünk, úgyhogy fárasztó volt, főleg azért is, mert ugye az idő is 40 fok volt, tehát nagyon jó idő volt, az itt a csarnokban számunkra nem volt olyan jó, úgyhogy azt mondom, hogy örülök, hogy végre vége az alapozásnak, és kezdődik a bajnokság, mert úgy érzem, hogy elég sokat dolgoztunk most a nyáron azért, hogy az őszi szezonra tényleg olyan csapatunk legyen, amilyet szeretnénk. Múlt hétvégén egy nagyon erős felkészülési tornát sikerült megnyernetek. Az edzők győzelem vereség esetén is mindig elmondják, hogy a felkészülés az egy picit más, belülről milyen volt a csapat. Igen, úgy gondolom, hogy most attól, hogy ezt a kupát mi megnyertük, mégis nehéz lesz ez a hétvégi váci meccs, az első meccs, mindig nehéz a bajnokságban, meg egyáltalán belelendülni, ez az első hónap, mindig össze kell rakni a csapatot. Felkészülésnek tökéletes volt számunkra, most ott tartunk éppen, hogy úgy gondolom, hogy ha jól kezdjük el a szezont, ez egy akkora lökést adhat nekünk, hogy októberben a BL-t akár meglepetéssel is kezdhetjük. Valóban nagyon rangos, tehát hogyha neveket nézzük, ez a torna, de hát azért azt tudni kell, hogy itt a 6 csapatból 4 csapat az 1 csapatos bajnokságból érkező társaság volt, akik azért még jóval hátrébb tartanak a csapatépítésükben, mint a Rostov vagy a Ferencváros, ugye, akik azért jóval komolyabb bajnokságba kell edződni egy szeptembertől, tehát ők azért általában október közepére szoktak kész lenni ugye a bajnokok ligájának az első fordulójára. És itthon a bajnokságban az ezüstérem az idén is kötelező elvárás? Kötelező elvárás, és hát azért nem... Azért aranyat is szeretnénk nyerni, bár ez még nagyon messze áll ez a Fradi ahhoz, hogy a Győrrel fölvegye a versenyt, mert mi még csak most kezdünk beleedződni ebbe a BL-be, mert igazából csak akkor van esélyünk, hogyha mi a BL főtáblán meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, és több éven keresztül ott kell edződnünk ahhoz. Akkor a különbség a költségvetésekben, hogy igazából, tehát ez én úgy gondolom, hogy nem lehet elvárás a csapattal szemben. Tehát én nem mondom azt, hogy mi szegények vagyunk, nincsenek problémáink, hál' Istennek, soha nem volt ilyen stabil a költségvetése a Fradinak, de nyilván nem lehet győri vagy vilcsai viszonylattal mérni, tehát ennek megfelelően igen, az ezüstérem az elvárás. Aztán, hogyha ebből sikerül valami extra úgy csinálunk, annak nagyon fogunk körülni, de semmiképpen nem követelmény ez a csapat felé, mert én úgy gondolom, tehát ezt már több helyen elmondtam, hogy ha itt valami bravúr van, az elsősorban Győrnek a problémája. Nyilván mi is kellünk hozzá, de mondom, tehát egyelőre nem foglalkozunk vele. Novemberben lesz majd a Győr mérkőzésünk, tehát addig nagyon sok olyan feladatunk van, amivel foglalkozunk kell, tehát egyelőre ez most nem kérdés. Nekem a második hely, és ha esetleg BL8-ba kerülünk, azt most aláírom neked. Úgyhogy nem tudom, most évvégén már volt egy kis, hogy majdnem odaértünk. Ez is attól fog függni, hogy éppen nekik is a terhelés, meg nekünk a terhelés hol fog kijönni, és hogy lesz olyan időpont, amikor egyelő lesz a feltétel, és akkor egymásnak tudunk esni. Biztos izgalmas mérkőzés lesz, úgyhogy mindenképp nekik ugrunk, aztán majd meglátjuk. Úgy gondolom, hogy erősebb lesz idén a bajnokság, de mi is erősödtünk, tehát mindenképp fel kell vernünk ezt a ritmust, úgymond, tehát a második helyt mindenképp meg akarjuk szerezni. Ez a Váci mérkőzés, mondom, ez lehet, hogy mivel első mérkőzés, lehet, hogy ilyen szenvedő színpad, így nem tudom, tehát minden benne lehet, vagy nagyon könnyedén fogunk nyerni, vagy nagyon görcsösen, ez majd szombaton el fog dőlni, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenképp behúzzuk az első 2 pontot, és akkor nyugodtan készülhetünk a többire, mert ez az első fontos, hogy sikerül.